Az országos rally bajnokság negyedik futamát rendezték meg a hétvégén Szombathelyen. Az elmúlt versenyektől eltérően pénteken és szombaton zajlottak a futamok, ezért a korábbi versenyeken megszokott nagy tömeg hiányzott. Ezt tetézte még az is, hogy 60 autó állt csak rajthoz. Az első napi betonos pályák befejezése után egy úgynevezett szuper speciál szakasz volt, ami jó bemelegítést jelentett a másnapi gyors, murvás pályákra. Már az elejétől kezdve csak másodpercek választották el ifjú Tóth Jánost és Benik Balázs. Őket követték angyalfiék, akik a második napon egy érdekes beesést követően kiállni kényszerültek, majd asiék, akiket pályalevágás miatt 3 perc büntetéssel sújtottak. Így került a harmadik helyre Szabó Gergő, aki látványos autózásával belopta magát a nézők színébe. Az F2-esek mezőnyében Bútor Robert és Herzig Norbert fejfej mellett haladtak a két gyári építésű Citroen Saxóval, végül a zárógyorsasági Bútornak kedvezett, így 3 másodperces előnnyel megnyerte a viadalt. Az N-esek mezőnyét a most visszatérő Elek István nyerte oroszlánék előtt, ugyanis a testvérpár egy fának csapódott és a verseny feladására kényszerült. Az A-csoportban a Mitsubishi Lancer Evo-t kormányzó Túri Tamás győzedelmeskedett. A H-csoportban Bodula, Pető és Matics küzdelmét láthatták a nézők. 2 nap nagy versenye után Benik Balázs, Somogyi Pál, Ford Focus VRC alkotta trió nyerte a versenyt mindössze 4,5 másodperccel az ifjú Tóth János, Tóth Imre, Peugeot 206 VRC trió előtt. Harmadik helyre ért be Szabó Gergő kerék Balázs a Skoda Octaviával. A bajnoki táblázat soha nem látott küzdelmet ígér. A következő bajnoki futamra július elején Veszprémben kerül sor, a Pécs TV pedig június 30-án jelentkezik az 5. Rally Sprint bajnokságról.